Sziasztok, itt Ulyász után folytatjuk a Phoenix Wright 5. epizódját. Az előző részben, már az első részén estem túl. Nem volt az egy könnyű menet, mert bizonyíték esetében nem voltam elég tehetséges, és de szerencsére a szemtanú megállította, miért a bírót, miért még ítéletet hozott volna. Úgyhogy miatt tudom csak folytatni, illetve Emma szája miatt, mert eljárt a szája, és emiatt állította meg a szemtanú a bírót. Úgyhogy emiatt folytathatom is. Tehát... Rise from the Ashes. Második nap... utóbbi tárgyalás, tehát most jön az első pernek a második része. Február 23, 18:56 perc, négyi bíróság. Mr. White? Tessék! Minden tárgyalási ilyen vele? Mint hogyha úsznál a tó fenekén és most a tó felett ugye elért a tengerpartot. De bármennyit is úszon nem ér fogad. De most egy futóhomokban úszni. Tehát mi történt a testőtől? Bíró kamrájába hívták. De bizonyára van köze ahhoz a ruhadarabhoz. Azzal talán megváltoztathatjuk a végkimenetet. Tehát ez az egyetlen fegyver. Marshall biztos úr. Hát aggódhatok az egy iszletődő sája miatt. Hát azt tudjuk, hogy nem vette fel a sáját valamiért. Mert sokszor használt azt a sárt, de van, mert most nem használta. Tehát itt nem vette fel a sárat. Tehát Star nem tévedett. Hát van, amikor meg kell fogni a bikát a szarván. Ez a bikás dolog, az elég bonyolult, van elmagyarázva. Most hol úszunk? Tehát a bíróság tovább folytatódik 12 óra 32 perckor.
Az úgy ez valamelyet ideges. És nem fókuszál egy dolgra. Ez nem lehet igaz. Elfogadhatatlan. Valami számára elfogadhatatlan. Kap-kap. Ki van az? Na ez a pizza. Hogy nézzel te? Vaj ma! Te vagy az. Hagyjál el valamit! Gucci! Igen, hát a Gucci. Hello, hello. Nem, igen, foglalkozom. Így beszél, ez a pillanat, hogy Gucci. Ki vagy te? Még a dolgokat hallottunk. Mr. Matt meg úgy hívja, hogy Brighto. Edgeworth meg úgy hívja, hogy Birdy. Hogy úszhatnánk együtt valamikor. Kis Birdy! Nem is lehet a rendőrfőnököt? Ja, szóval ő a rendőrfőnök. Tehát ő a top rangú rendőr. Az egész negyedben. Hagyd már meg itt ez a mosoly! Damon Gant. Tehát két éve ezelőtt látták egymást. Ja, bizonyára miatta ideges. Hát ez lenne az a sáv, amit idehoz. Bizonyítéknak számít. Tehát a tesójának a sája. Úgy tűnik, nincs tévedés Star Wars-nában. Tehát az volt a ügyész kipufogójában. Vagy a kocsijának a kipufogójában. Majd de most sem annyit! És ebben volt az a nyitható bicska. Hogy védhettek el egy ilyen, de fontos bizonyítékot? Hogyan végezzük a dolgokat, hogy kimarad egy ilyen bizonyíték? Most követően várjon. Van neki dokumentuma is. Nincs tiéd is a helyásban, és az így is neve.
Igaz, de nézd. Először látjuk egy sörföt, hogy... hogy veszít a szavakban. Ezt a bíróság elfogadja, ezt a bizonyítékot, csak hogy... egy szíveségét kérnek tőlem. Azt akarja, hogy ezt nézzem meg. Azt akarja, hogy nyissam ki. Szóval csak ki kell nyitni azt a nyitó... azt a nyitó izét. Ha elvágja az ujját, nem tudja a kalapácsát használni többé. De ha viszont az övét vágná el, akkor meg nem tudna ezt csinálni. Tehát, itt kell kinyitni. Meg ne ijedd meg ez! Én ijedtem meg! ez a kés eltör? Sötét vörös pot van, de benne ami bizonyára bír. Magyarázatok követel ezért. Itt csak egy vonulást kell meghallgatni. Ez különleges kés volt. Most itt akarna bizonyítékot követelni, hogy miközben a késnek Goodman-hez. Ez a rendőrségnél rossz nap volt. Azt állítja, hogy a rendőrséggel nőtték be a detektívet. 5-15 a gyilkosság ideje. Valami titkol bizonyára. Nem miatt tiltakozik. Ugyanaz a helyszín, amikor megölhették az ügyészi irodában. Sende. Hát gyilkos nyomozáson voltak. Két detektív van megölve ugyanabban az időben. Kicsi az esélye az ilyesminek. De kereszt kérdésekkel kell ezt kirejteni. De fókuszálni kell nagyon. Mert elég becsapós tud ez lenni. Hol lett? Különleges? Nem mond semmit, erő a szarról. De kivizsgálták, ugye ez lehetett a gyilkos fegyver. De hogy miért van ott még egy kés, az már titok. Na, itt már bizonyítékot kéne mutatni. OBJECTION!
Egy pillanat! Végre! Egy jó tiltakozás! Ennek bizonyára lehet közel Goodmanhez. De hát ez van rajta ezen a késen. És mi közelhez? Ez itt. Ez a bizonyíték fejjel lefelé van. Tehát meg kéne ezt fordítani, és akkor... Hát itt oda van köze. Ehhez. Tehát SL9 incidens. Nézzük, a macska kibújt a zsákból. De miféle játékot ír? Hold it! Tehát ez a késen. Valaki ellopta. A gyilkosság napján. Tehát ez bizonyíték volt. Ez lehetett a gyilkos fegyve. Ez bizonyíték volt egy az az incidenshez. Tehát itt a kipufogóban volt ez a bizonyíték. Hold it! Hogy miért nem hallottok erről? Vagy hogy miért nem kérdeztem? Biztosan elfoglalt volt Lana igényem. Hold it! Még egy detektív meghalt meg talán? Van gyanúsított is? Egy gyanúsított, aki már le van tartóztatva. De még néhány még válaszolatlan kérdés van. Tehát ide is kell még információ. De csak egy dologra van dobászolni. És erre. Hogyan volt megölve? Ez az érdekes rész. Tehát késsel. De ez nem ugyanaz. Tehát a két... De többről van szó, mint a két ügyről. De több információ is kell info. Hold it! 15? Tehát akkor meg Goodman. Mekkora lehet az esély? Tehát az esély, hogy, hogy egyszer halnak meg, az 0,001%.
Hogy mi köze? Talán lehet rendőrkör? Várjunk csak! Ezt jobban ki kell kiderítni. Hold it! Ezt még egyszer meg kell ugyanazzuk. Hol találták még az áldozatot? Tehát a bizonyíték szobában lehetett a rendőrség. Tehát ott is lehet, hogy van két ügyhöz, ennek is van. Tehát azt is ki kell nyomozni később. Hold it! Tehát már meg van bizonyítva. Tehát ha azt tudjuk, hogy a kést ellopták, a rendőrség ki bizonyíték szobából. Tehát is SE 9 és Institúciós is közel van valamennyi. Tehát a detektív bizonyára a rendőrségen lehetetlen a hatok meg. Tehát abban bizonyítékos tudom. Noo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 
egymást alkot. Nem hivatalosan, de megkaphatjuk az információt? Ez szerint igen. Hold it! Miért nem mondhatja? Mindent elszerint kétség. Áldozat idéz száma. És mit fog mondani? Na ezt, ez már fontos információ. Ezt meg kell is kell jegyezni. De a bíró nem tudja. Hogy mit mond el? Igen, elmondom.
nem tudja, hogy ez mit jelent. Mi van? Meg van zavarodva? A rendőrség is az ügyész irodja. Két hely, két detektív, meg az... Tehát ezt kell meg felmutatni. Ügyvéd van, miért lenne az ennyi? Ez az áldozat. Ez súlyos titok. Na ugye azt mondta el, ami az áldozat száma volt. Ez mit jelent? Háj, ma meg elfejtette. Még az első számot sem tudtam, de sem mondom. Ezt akarja tudni, hogy ez mit jelent? Tehát biztosan ő lehetett. És mit gondol erről? Ez már egyébként egy zavaró. Ez az információ, de hogy miért? Objection! Miért nem hallottak el? Ebben bizonyára valami hiba lehetett. Szóval nála van hiba? Hát informálhatták te. Bizonyára az a vicces külsejünk csalú lehetett. Így ez a vétes gőcsegyő. Oké, kell egy nagyon szája. Valamit jelenteni akart volna bizonyára. Meg nem fogadta el azt a jelentést. Ugye, semmi köze Lanaska incidenséhez. Azt mondhatta bizonyára. A bizonyára meg lehetett írva a jelentés. Miért nem mondta a biztos úr neki? A biztos pofájuk. Ez egy komoly hiba. Elküldhetted volna ezt a bizonyítékot még reggel? Akkor meddig...
bába! Unbombi! Mi volt a második szabály a bizonyíték törvény? Úgy bizonyíték csak akkor jelenhet meg, hogyha ha van köze a tárgyaláshoz. Csak hogy... Hát rengeteg bizonyíték lehetett Oistán kivéve. Nem mondhathattam meg ezt a bizonyítékot, amíg a kapcsolatnak nincs köze. Amíg nem egy bizonyítva a tárgyalás. És bizonyára én voltam az, aki bizonyíthatta. Hát igen, szép bukó. Nee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 e
tavaly. És emiatt elnézést kér. Tehát egy napot kér. Tehát többet akar kideríteni erről az egész követelést, mert ez elég zavaros. Itt rengeteg titok lakom. Az biztos. Remélem, hogy ez nem feldöntő. Tárgyalás belekezdve. Folytatjuk. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren, és figyeljétek a weboldalon. Tehát már elég lesz ennyi. Tehát elég rövidre sikerült, de... Na, két órás lehetett volna, hogyha nem szállt ki korábban. Úgyhogy legközelebb a második nyomozással folytatjuk. Legközelebb is sziasztok!